Köszöntöm nézőinket, ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2013. augusztus 8-án csütörtökön 19 órakor. Híreink először röviden. Veszélyes a vízen, rendőrök segítik a fürdőzők, csónakázók kikapcsolódását. Folyamatos vízellátás, több folyadékot fogyasztunk a kánikulában. Érkezik a Mosonvármegye, mit tartogat nekünk a következő időszak? A Szigetköz rendőrőrs munkatársai heti több alkalommal teljesítenek szolgálatot a Mosoni Dunán. A járőrözések során figyelmeztetik azokat, akik nem a kijelölt helyen fürdenek, valamint ellenőrzik a csónakázókat. A megelőzés különösen fontos, hiszen a víz nem látható veszélyeket is rejthet. Szerettem volna itt a környéket megmutatni, és úgy gondoltam, hogy elmegyünk kajakozni egyet. Az asszony elmondta, nem ez volt az első alkalom, hogy kajakba ült. A folyóvíz azonban más kihívásokat támaszt. Sodrás a közepéről kifele húzza a hajót a szélére, és teljesen bevitt bennünket, és tehát ott már nem is tudtam meg sem fordítani. Annyit tudtam csak segíteni, hogy irányítani, hogy ne csapódjak a part széléhez. A rendőrök jó helyen voltak, jó időben. A Mosonmagyaróvári rendőrkapitányságon nincs külön vízirendészeti őrs, a Szigetközös két munkatársa rendelkezik szakképesítéssel, ők végzik a hajózó szolgálatot. A fürdőzőknek a biztonságára, hogy a kijelölt fürdőzőhelyen történjen meg csak a fürdés, hogy amennyiben ezen kívül fürödnek, ezen kívül helyeken, akkor általában figyelmeztetéssel szankcionáljuk őket, hogy kiparancsoljuk a vízből idézőjelbe őket, aminek eleget is tesznek. Ugye ez veszélyes két dolog miatt is, egyrészt ugye a vízminőség miatt vannak kijelölve a strandok, másrészt meg a élet és testi épségük biztonsága miatt is. A szerda délelőtti járőrszolgálat alatt ezt a két németül beszélő tilosban úszót kellett figyelmeztetni. A másik feladatuk a rendőröknek a hajókkal, csónakokkal közlekedők ellenőrzése. Alapvetően hasonlít a közúti közlekedéshez, mondjuk egy kerékpárnak a felszereléséhez, hogy itt is kell meg a víziközlekedési rendszabályban meghatározott eszközökkel kell rendelkezniük. Ugye amennyiben ez nincs meg, ugye ezekben az esetekben is szankcionálunk, de elsősorban itt is figyelmeztetéssel élünk. Ritkán előfordult helyszíni bírságolás, de egy feljelentésük még nem ment el. Tehát nem volt olyan súlyú szabálysértés, amiben feljelentéssel kellett volna élnünk. Kedvelt hely a Mosoni Duna, illetve a Szigetközi Duna ágak. Sokan kajakoznak, kenuznak, töltik itt a vizen szabad idejüket. A rendőrök figyelik azt is, hogy főként a kisgyermekeken legyen mentő mellény. Maga a csónaktest az borulékonyabb, de elsősorban mentő mellény az mindenféleképpen kell, hogy legyen a csónakban. Most nem azt mondom azért, mert kötelező, mert sok minden kötelező, de azért a saját életük és testi épségük biztonságára figyelve legyen ott a mentő mellény. A másik dolog, általában a kenusok azok vezetővel szoktak jönni, akik ismerik a vizet, és így nagyjából olyan cselekmény vagy esemény még nem történt, amikor az elmúlt időszakban, amikor valaki belefulladt ez miatt a vízbe. A szerdai eset a rendőrök jelenlétének köszönhetően szerencsésen végződött. Sok mindenre oda kell figyelni, ha csónakba száll valaki. A sodrás az nagyon-nagyon veszélyes, tehát azt tudni kell, hogy nagyon nagy tapasztalatot és erőnlétet kíván, amiben ugye sem tapasztalatom, sem olyan fizikai erőnlétem nem nincsen. A vízi közlekedés és a fürdőzés számtalan veszélyt rejt. Akik csónakba szállnak, mindig jól nézzék meg, mi mellett haladnak el. Figyeljék a kilométerjelző táblákat, hogy pontosan meg tudják határozni, hol érte őket baleset. Az ellenőrzésekkel, figyelmeztetésekkel a rendőrök a tragédiákat szeretnék megelőzni. Az elmúlt időszakban nagy volt a hőség. Ilyenkor természetesen több folyadékot fogyasztunk az átlagnál. Mosonmagyaróvár különösen szerencsés ivóvízkészlete miatt. Az Akvaszolgáltató Kft. Áttekintése szerint még bőven a normális értékek között mozog a vízfogyasztás. Odakint tombol a hőség, amely nagy mértékben megviselheti az emberi szervezetet. Az elveszített folyadékot pótolni kell, gondosan ügyelni kell a megfelelő vízmennyiség elfogyasztására. Az Akvaszolgáltató Kft. Adatai szerint nagyobb mennyiségű víz fogyott az elmúlt időszakban, de messze a kapacitások alatt vagyunk. Hogy a számokból értsünk, az gyakorlatilag naponta 20 000 köbméter tud a vízműtele Fekete-Erdőn,
A vidéki településeinken is körülbelül olyan 30-50%-osan vannak kihasználva a kapacitások. Most kicsivel több a fogyasztás, az augusztusi hónap csúcsa az 11.620 köbméter volt naponta. Egyébként érdekes módon ez év júniusában volt az öt évnek a csúcsa 12.398 köbméterrel. Most még közel sem vagyunk ehhez az értékhez, hívta fel a figyelmet az ügyvezető. Így nyugodtan lehet továbbra is annyi vizet használni, amennyire szükség van. Nem csak Moson-Magyaróvár, hanem a kistérség is biztonságban érezheti magát. Az Akvaszolgáltató Kft. Viszonylag nagyobb területet lát el vízzel. Három vízbázisunk van, az egyik a Fekete-Erdő vízbázis, ahonnan itt Moson-Magyaróvár, János-Somori, Hegyesom, Levél, Moson-Szolnok, Várbalog, Újudvar, Újrona településeket, illetve Moson-Udvar településeket látjuk el. Ezen másik oldalon viszont ott van a Dunakiliti vízműtelepünk és a Darnozsely vízműtelepünk. Minden vízműtelep az gyakorlatilag ugyanazon a vízbázison fekszik. Amely bázis nagyon jó minőségű és szinte korlátlan mennyiségű vizet biztosít. Maga a kútkapacitásaink minden telepen bőségesek, többszöröse, mint a szükséges igény, tehát bármilyen helyzetben, amikor tényleg csúcsfogyasztás van, még mindig csak a kapacitásaink 50%-át, 60%-át érjük el, most is ez a helyzet. Továbbra is nyugodtan lehet fogyasztani a friss vizet, a kánikulában talán ez a legfontosabb, amire felhívják a lakók figyelmét. Moson-Magyaróvár és a sziget köztermészeti kincsét azonban meg kell becsülni, hogy még hosszú ideig biztonságban érezhessük magunkat a vízkészlet miatt. Azoknak sem kell csüggedni, akik első körben nem nyertek besorolást semmilyen felsőoktatási intézménybe, hiszen számos egyetemnél és főiskolánál van lehetőség a pótfelvételire, így a helyi karon is. Jelentkezni egyetlen képzésre lehet kizárólag elektronikus úton, legkésőbb augusztus 12-éig. Ezt azok is megtehetik, akik idén egyáltalán nem felvételiztek. Részletes tájékoztatást a felvi.hu oldalon találnak. Hamarosan 4 napos fesztivál, jönnek a Szent István napok. A programokról és az elmúlt 2 hét legfontosabb eseményeiről olvashatnak a Moson vármegyében. Jövő hétvégén Szent István napok Mosonban. Az év legrangosabb városi fesztiválja idén is rendkívül neves előadókkal várja a lakókat. Címoldalán egy kis ízelítőt ad a 4 napos rendezvényről a Moson vármegye, a kultúra rovatban pedig részletesen visszatér a forgatókönyvre. Gazdaságtörténeti pillanat a város életében az az átalakulás, amely a hulladékkezelésben történt. A váltás nem könnyű, ám a társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálják a lehető leghatékonyabb megoldásokat. Részletek a második oldalon. Fennállásának 55. évfordulójáról emlékezett meg az Óvári Gazdász Néptánc Együttes a Sepsiszentgyörgyi szervezésű Székelyvágta rendezvényen. Az utazáshoz a Radák Márton által vezetett Sár Arany Népzenekar is csatlakozott, az élményekről a közéleti rovatban olvashatnak. Közvetlenül utána pedig Fazekas Zoltán, Darnozseli polgármestere mesél a település fejlesztéséről, szépítéséről, valamint a faluhoz való kötődéséről. 10 dolog, amire büszkék lehetünk, és amit érdemes megnézni városunkban, hogy melyek a legnagyobb értékeink, arról 2 oldalon számol be a Moson vármegye. A Szent István napok keretein belül ünnepli első születésnapját a Futura Interaktív Élményközpont. Augusztus 17-ére egy játékkal készülnek az évfordulóra, részletek a 10. oldalon. A lapzárta sorai között a belvárosi üzletkör augusztus 1-jei Kult utcájáról olvashatunk, alatta pedig a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó pillanatait idéz fel az újság, amely pénteken jelentkezik legfrissebb számával. Személyvonat gázolt el egy embert Moson-Magyaróvár és Hegyeshalom között. A baleset miatt egész délelőtt késtek a vonatok a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon. A rendőrségi helyszínelés idején csak 1 vágány volt járható ezen a szakaszon. Kedves nézőink, Önök a híradót látták. Most a Portfólió című gazdasági magazinunk következik. Friss hírekkel legközelebb pedig holnap este 7 órakor várom Önöket. Adásainkat megtalálják a Facebookon is. Viszontlátásra!